Tavaly ősszel ünnepelte alapításának 175. évfordulóját a Carl Zeiss cég, amely 1992-ben települt Mátészalkára. Ez az egyik legnagyobb ipari vállalkozás a városban. A csaknem 80 hektáros ipari parkban jelenleg több mint 40 vállalkozás működik, de folyamatos az érdeklődés. Ezért most újabb 2,7 hektárral bővítik a területet. Ismét több mint 2,7 hektárt birtokba vettünk, tulajdonba vettünk a képviselőtestület döntésével a ipari park bővítésének a területén. Ugye többször említettük már, hogy Mátészalkán úgy pörög a gazdaság, hogy nekünk előre kell menekülni, és a közel 100 hektár mellé további 67 hektárnak a bővítéséről döntött a képviselőtestület. Folyamatosan vannak olyan tárgyalások, ami megerősít nap mint nap abban, hogy nagyon jó úton járunk. Éppen ezért hálás vagyok azoknak az eladóknak, akikkel sikerül egyességet kötni és adásvételi szerződésben birtokba venni ezeket a területeket, most éppen egy erdőt. Azért, mert itt lesz a majdani ipari park, a pályázatot beadtuk rá, és Mátészalkának úgy van szüksége ezekre az ipari területekre, mint a falat kenyér, és természetesen törvény alapján mi ezt ki is sajátíthatjuk, de az lényegesen több sérülés, vita és hosszú idő, energia és pénz. Úgyhogy az a legjobb, hogyha jó egyességeket kötünk mindenkinek, illetve a mátészalkaiaknak a legnagyobb hasznára. Nagy port kavart a munkában lévő kombájn ezen a Tímár melletti szántóföldön. Miután május óta hatalmas az aszály a térségben, a szokásosnál egy héttel hamarabb kezdték el betakarítani a búzát. A szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére is, a tavalyi hozam alig több mint harmadát tudták lealatni. Az elmúlt évi rekordtermés, hiszen megye kukoricából és buzából is kalászosokban nagyon szép eredményeket ért el. Most körülbelül 40%-osak a számaink, a nem öntözött területek azok 3-4,5 tonna között, ám most konkrétan ez a tábla, ahol állunk, ezt öntöztük, ez az első ilyen öntözött tábla, úgyhogy ez remélem, hogy egy 4,5 tonna körül fog zárni. Nagyszabású rendezvényen ünnepelt az idén 30 éves Nyíregyházi Tréner Kft. A megyeszékhelyen 1968 óta képeznek pilótákat. A rendszerváltás követően a képzést a Tréner Kft. A Nyíregyházi Egyetem jogelődjével formálta át. A nehéz kezdet után, amikor elfogadták a cégünket, és egy légitársaság lett szerződésünk, akkor ez egy nagy lépcső előre lépés volt a cég életébe, ami 2015-ben volt első kezdő lépés, de a 17-es, amikor a Tréner Fájtagarém is megalakult, a Tréner mellett és a Vizerrel lett kapcsolatunk. Most jelenleg 100 hallgatóra van szerződésünk a Vizerrel, évi 100 hallgatóra, plusz az egyetem. Egyetemnek ez a váltása, hogy alapítvány egyetem lett, úgy érzem, hogy a pilótaképzés Nyíregyházán ez erősíti, közös a célunk. Tamás Bokor felől Tisza Eszlár felé vezet ez az út, melynek több mint egy kilométeres szakaszát már tavaly felújította a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Idén tovább folytatódtak a 3634-es vonalon a munkálatok. További 3 kilométer hosszúságban immár Bashalom felé is új réteget kapott az aszfalt. Már a rendőrség, a mentősök is, a tűzoltóság is jelezte, hogy próbáljunk odahatni, hogy elkészüljön ez az útszakasz, hiszen nem lehetett, járhatatlan volt, mondhatom így, de köszönjük, ez óriási nagy segítség ezeknek a kis településeknek, hogy itt most a komfort zónájuk emelkedik, tehát, és meg büszkék is lehetünk rá a környező településen, hogy mi megújultunk. Tehát nagyon nagy tisztelet és köszönet jár mindenkinek, az országgyűlési képviselőnek, Óvári úrnak, hogy ez az útszakasz elkészült. Így készülnek a gumikesztyűk az Eofire Kft. Mátészalkai gyárában. Gyakorlatilag el is indult a munka, az év második felében pedig már nagy tömegben tudtak előállítani egészségügyi termékeket. Éven szinten 160 millió vizsgálókesztyű, 350 millió darab fecskendő kerül majd ki az automata gépsorokról. A gyár elsődleges célja, hogy a magyar egészségipart lássák el. De a gazdaságos működéshez más iparágokba is tudnak majd gyártani, például a hadiipar vagy az autóipar. Közép-európai szinten is egyedülálló, és hát nagyon fontos, hogy mindenképpen megteremti az egészségiparnak az egyik pilléreit, tehát amit így gyártunk termékeket, azokkal az egészségipar 50-60%-ban önellátó tud lenni,
körülbelül 110-120 embert fogunk foglalkoztatni, és hát nagyon modern, tehát ha végignézzük a gépeket, a helyiségeket, az egész gyárat tényleg a legmagasabb színvonalon épültek meg. Negatív rekord a Szamoson, jól látszik, extrém alacsony a vízszint a folyón. Ezeket a fotókat a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság készítette Csengérnél július végén. Mínusz 143 cm-es vízállás alakult ki a Szamosnak ezen a szakaszán, ami 12 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legkisebb vízszint. A Tiszán is nagyon alacsony a vízállás, 25-40 cm-es közelségben vannak a legkisebb vízszintnek. Magától érthetődő, hogy nem tudunk vizet kivenni a folyókból, tehát nem lehet jelentős vízpótlást eszközölni. Most jelenleg a kis vízszint rögzítés rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság országos műszaki irányító törzse, tehát azt jelenti, hogy dokumentáljuk ezeket a kis vízszinteket, felmérjük a Tiszát, lerögzítjük, illetve vízhozam méréseket végzünk az operatív vízhozamok meghatározása érdekében. Mert ugye a vízhozamok is jelentősen lecsökkentek, tehát egy 20-30 köbméter a beérkező vízhozam az országba, mind a Tiszán, mind a Szamoson. Ezért nagyon oda kell figyelni a vízkiadagolásokra, hogy az öntözővíz igénye kielégítése összhangban maradjon a vízkormányzással, tehát magyarán a folyóink vízszintje megmaradjon. Már az utómunkálatai zajlottak a Csillagjárónak július végén. Ezek a képek Kisverdán, Tiszavasváriban, Mátészalkán és Vásárosnaményban készültek. A helyi színháztermekbe költözött be stábunk, hogy ottani közönség előtt rögzítsük a legújabb nagyszabású műsorunkat. A televízió nézők is láthatták mindazokat a beszélgetéseket és produkciókat, amit a felvételen a résztvevők. A Kölcsei Televízió életében nem egy újdonság volt az, hogy egy ekkora produkciót készít a csatorna, hiszen a korábbi években volt már tapasztalata, de annak a stábnak, akik most itt dolgoznak, ez egy igazán nagy feladat volt, egy nagy falat is volt, de megugrottuk ezt a lécet. A helyi televíziók nem igen szoktak ilyen műsorokat gyártani. A napi munkán túl ez egy óriási erőfeszítés, rendkívül jól sikerültek a felvételek egyébként, ezt a nézők is hamarosan láthatják majd. Óriási csapat munka volt, és hát rengeteg előkészületet igényel egy ilyen produkció, de úgy gondolom, és remélem majd a nézők is igazolják ezt a gondolatomat, hogy igazán jól sikerültek ezek a beszélgetések. A műsorokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázatának keretében készítettük. Augusztusban pedig egy 20 megyei település részvételével zajló, hagyományőrző tréfás vetélkedőt szerveztünk falusi turizmus néven, ahol megyei kis települések mérhették össze tudásukat ügyességi és műveltségi versenyszámokban.